continue. Yeah. Tehát el lehet azt magyarázni, hogy mit jelent az, hogy Mózes beszél a Teremtővel, vagy Mózes a Fáraóval beszél. Mit jelent az, hogy beszél, ez valami bizonyos forma azonosságot jelent, vagy forma különbözőséget, hogy meg tudom különböztetni a különböző tulajdonságok között. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a Mózes beszél a Teremtővel, vagy a Fáraóval? Az ember elkezd megkülönböztetni magán belül különböző tulajdonságokat, az adakozás erejét, a megszerzés erejét, az egót, az egóval ellentétes erőt, vagy a teremtőreit, elkezdi érezni, érzékelni mindezeket a tulajdonságokat, vizsgálatokat saját magán belül, hogy hogyan képes közöttük lenni, őket megvizsgálni, mint egy megfigyelő, vagy mint hogyha valaki egy múzeumban megfigyeli ezeket a dolgokat, vagy egy színházban, és hogy egy kicsit a teremtő fele mozdul, vagy az ego fele mozdul, vagy a csoport fele mozdul, ami segíti őt, hogy a személy hogyan egyensúlyozza ezeket a belső tulajdonságokat, hogyan teremt egyensúlyt ezek között, hogyan képes összefogni ezeket, hogy irányítsa őket, hogy irányítsa. Nem önző módon irányítva, hogy ma próbáljuk, hogy az ego uralkodjon felettük, hanem éppen ellenkezőleg, hogy helyesen orientálja magát, hogy egy abszolút természetes egyensúlyt hozó létre közöttük. Tehát először is úgy érzi, néha úgy érzi, hogy meg kell növelni a teremtő fontosságot, a teremtő tulajdonságát magában, aztán máskor meg azt látja, hogy várjunk, hol van az egóm? Az egóm nélkül nekem a teremtő munkát kéne végezni, de mi fölött, mivel szemben? Nekem éreznem kell az ízeket, vagy a vágyakat, amelyekkel a teremtőhöz fordulok, az egó nélkül nem érzek ízeket, nem tudok mivel dolgozni, az adja az alapanyagot. Tehát dolgozni kell mind a kettővel, mind a hiányossággal, mind a hálaadással, ez a munka, hogy fel kell használjuk mindent, ami bennünk van, ugye minden célirányosan lett teremtve. És akkor személy egy egyensúlyt hoz létre, amely mindenből áll együtt, minden részletre szükség van, minden alkotóelemre, az összes edényre. Ez az ígéret, amit Ábrahámnak tett a teremtő. Mit jelent ez, amikor a teremtővel beszél, azt mondja, hogy a teremtőnek ezt mondja, azt mondja, mit jelent az, hogy beszél? Mint az, hogy mondjuk, amikor valamivel beszélünk, magunkon belül beszélünk valamivel, hogy a személy magával beszél, különböző tulajdonságainak beszél, mint hogyha különböző lények élnének magán belül.